Szeretettel köszöntök mindenkit, Bombera Kriszta vagyok. Idei első adásunkban a Menedzser Szövetség B Extra műsorában, első idei évértékelőnkben. Tavaly is évértékelővel zártunk, akkor a Menedzser Szövetség évértékelőjével, most pedig két fontos szakmai partnerszervezet képviselőjével fogok először beszélgetni, nem csak a saját szervezetük és részben a saját munkájukról, hanem egy nagy közös programról is, amelyről aztán a Menedzser Szövetség képviseletében fogunk még a végén együtt is beszélgetni. A HBLF elnöke, a Menedzser Országos Szövetségének díjazottja, a Szövetség Jelölő Bizottságának tagja, Czakó Borbára lesz az első vendégem. Hadd mondjam el, mielőtt Borit köszöntöm, hogy utána, akivel beszélgetni fogok, a Foxconn alelnöke, a Joint Venture Szövetség elnöke, a Menedzser Szövetség elnökségi tagja, Tálos Péter, és utána a Menedzser Szövetség ügyvezetője, Budai Kollárik Tíme csatlakozik hozzánk. Elsőként tehát szeretném szeretettel köszönteni Czakó Borbálát, akivel többször beszélgettem már korábban. Szervusz, Bori, ugye megengeded most is, hogy tegeződjünk. Szervusz, és köszönöm szépen a lehetőséget, és mindenkit nagy szeretettel köszöntök én is. Szeretnék veled nem sokára arról beszélgetni, amit a nézőknek ígértünk, hogy hát elég komolyan véve ezt a felelősséget, úgy fogalmaztunk, hogy fontosabb globális témáról nem is szólhatna a februárban megrendezendő 2021 digitális konferencia maraton, a Menedzserek a Társadalomért Fókuszban a Jövő konferencia, amelyben a HBLF, a Hungarian Business Leaders Forum az egyik együttműködő fontos partner tartalomban, szervezésben, mindenben, amit egy ilyen gigaprogram igényel. De mielőtt arról beszélünk, természetesen hadd kérdezzek, ahogy az előbb említettem is tőled, picit részletesebben azt, hogy hogyan zártátok a tavalyi évet? Meséld el egy kicsit a nézőknek, hogy egyáltalán értsék, aki esetleg nem érti, hogy miről szól a HBLF, mi különbözteti meg leginkább a többi hasonló szervezettől, és akkor visszatérve, hogy nézett ki a tavalyi évetek, és mit vártok az ideitől? A Hungarian Business Leaders Forumot Károly Velszi Herceg alapította 1992-ben, én 1993-ban léptem be, és annak idején az volt a HBLF célja, hogy segítse a Magyarország társadalmi átalakulását, és ilyen CSR tevékenységet folytasson, akkor még ezt nem hívtuk CSR-nak, de hogy ez a társadalomért fontos feladatokat végezzünk el. Hogy hívták ezt Bori akkoriban? Társadalomért fontos feladatok? Hát például annak idején csak egy példa, hogy akkor még nem voltak nyugati típusú menedzsereink, és a HBLF Japánba küldött ki fiatalokat, hogy tanuljanak üzleti tanulmányokat. Ma már mindenki üzleti tanulmányokat tanul. Abban az időben a tervgazdálkodás volt, és központi irányítási rendszer volt, tehát át kellett állni a gazdaságnak arra, hogy egy nyugati típusú társadalom már váljon. És akkor az évek alatt, ahogy változott az igény, úgy változott a HBLF-nek is ez a társadalmi felelősségvállalása. Most például csináltunk 2019-ben egy új stratégiát, ami lényegében egy digitális stratégia, és ez valószínűleg segített, és akkor át is tudok térni ebben az esetben, hogy zártuk az évet, és hogy mit csináltunk tavaly. Mi nekünk szerencsére tavaly márciusban sikerült rögtön átállnunk digitális platformokra, és egy nagyon sikeres évet zártunk. Tehát a legtöbb szervezet küzdött egy kicsit a tavalyi év folyamán a pandémia miatt. A mi esetünkben több emberhez jutottunk el, több programot tudtunk megcsinálni. Ugye a HBLF az a nemzetközi szintű szervezet is. Éppen erre gondoltam, hogy ez lehetett az oka, Bori, annak, hogy ti annyival könnyebben, gyorsabban tudtatok átállni, hogy már így is tágabban, mint a magyar keret kellett képviselnetek és kapcsolatot tartanatok különféle szervezeteket. Európai szinten, ahogyan elkezdted mondani. Biztos, hogy belejátszott, de még az európai szervezeteinket is segítette a pandémia abban, mondjuk mi benne vagyunk a CSR Europe-ba, illetve a sokszínűség kárta európai szervezetének a kizárólagos magyarországi képviselete vagyunk, és ők is attól kezdve velünk digitálisan kezdtek el kommunikálni, és nagyon sok program, ami Európában rendelkezésre állt az év folyamán, ahhoz közvetlenül hozzá tudtunk férni. Mondjuk Németországban, vagy Hollandiában, amire régen nem volt példa.
És akkor rájöttünk arra, hogy mondjuk pénzügyi csúcsot szerveztünk tavaly októberbe, és globális konferenciát tudtunk csinálni, mert úgyis mindegy volt, hogy ki digitális platform, hogy Washingtonból jelentkezik be, Moszkvából, vagy a Boráros térről. Szóval tulajdonképpen az üzenet szempontjából mindegy volt, és ilyen értelemben, tehát egyrészt anyagilag is pozitívan zártuk az évet, ami egy egyesületnél nagyon fontos, másrészt pedig több programmal, több embert értünk el, a trendsetter konferenciákat csináltunk, tehát ahogy bejött a pandémia, akkor azt gondoltuk, hogy nekünk az a feladatunk, hogy segítsük a vállalatokat abban, hogy a pandémiát jól dolgozzák föl. Van egy nagyon sikeres HR műhelyünk, amit a Solti Andi, a Shell-nek a vezérigazgatója vezet nálunk, és ő például a HR vezetőket hívott össze ilyen digitális platformon, és mindenki elmondta, hogy ők hogy oldják meg. Ilyen best practice-eket, legjobb gyakorlatokat osztottunk meg a HR-esek között, a vállalatok között. Szóval hirtelen az még igény is, több igény merült föl ránk, mert tudtak egymástól tanulni a különböző vállalatok, hogy te mit csináltál, és azt a problémát, hogy sikerült jól megoldanod. Egyébként ráadásul van egy nagyon tehetséges ügyvezető igazgatónk, aki teljesen ilyen digitális alapon egyébként is. Tehát nyilván kell hozzá egy olyan kollega is, aki ezt tudja képviselni. Bori, nagyon-nagyon összetett, szerteágazó, nagy spektrumú, hogy mivel foglalkozik a HBLF, vajon nagyon szubjektíve, ha én kiemelem azt, amiről nagyon sok éve civilként is és újságíróként is nagyon sokat hallok. Ugye nyilvánvalóan a pénzügyi csúcsok, amelyek 2005-ben indultak, arról minden évben, legalábbis az én szakmám, nagyon gyakran hall, számos interjút készítettem veled tévében is. Ami nekem a legfontosabb, szívemhez a legközelebb álló, az a Romaster programotok. És a 20% fölötti női képviselet ügyének a vállalása, ez is egy jó pár éves ügyetek. Ha most csak ezt a hármat kiemelem, a pénzügyi csúcsot azt említetted az előbb, meg tudtátok tartani 2020-ban is, de hogy áll például a másik kettő, és azzal kezdtem, hogy ez egy szubjektív kiemelés volt, mi az, amit még hozzátennél? Hát a Romaster programra nagyon büszke vagyok, és egyébként amire akkor azt mondom, hogy társadalmi felelősségvállalás, akkor meg tudtuk mozgatni a vállalatvezetőket, embereket például arra, hogy komputert biztosítsanak a diákoknak. Tehát az egy nagyon tragikus dolog volt, hogy egyik napról a másikra mondjuk az egyetemről hazaküldik a diákot, akinek se internetje, se komputere, se lehetősége, hogy tehát nem tudott otthonról tanulni, és erre nem voltunk fölkészülve. Tehát nagyon... És most azért említetted természetesen a felsőoktatás szereplőit, hiszen rájuk fókuszáltok, de ugye ez elmondható az általános iskolás gyerekekre is a leszakadó térségekben. A mi esetünkben mi a Romaster programban a középiskolás gyerekeket támogatunk, úgyhogy adunk mellé mentort és bizonyos mennyiségű anyagi támogatást. Az anyagi támogatás önmagában a Romaster programban és általában a Roma programokban kevés. Tehát kell mellette valaki, aki személyesen tud a diáknak segíteni az élet szituációk megoldásában. Ez egy konkrét szituáció volt. És akkor fölhív a diák, és azt mondja, hogy akkor ő... De ilyen, tehát iszonyú mennyiségű komputert szereztünk meg a Rotary Klubon is keresztül, általános iskolásoknak, de érdekes módon a diákoknak is, és a tanároknak is szükségük erre a komputerre, ugye a pandémia miatt. És nézzük a másikat. 2020-ra 20, magunk mögött az év. Ez egy nagyon érdekes, mondjuk nekünk ugye van a sokszínűségű kártánk, a sokszínűségű kárta ez az európai szint, amit az imént említettem, ez 25 országban működik, és ebben nekünk különböző programjaink vannak, ebben benne vannak kisebbségek, a megváltozott munkaképességűek, de amit mi nagyon régen csinálunk, ez a 20% nőtt 2020-ra a parlamentbe, a vállalatokhoz, tehát mindenhol. Na most azt tudni kell, hogy általában volt egy nagyon erős növekedés pár éven keresztül, de az egy globális tendencia, hogy ez a növekedés lelassult.
Mi nem, tehát messze nem értük el, tehát szerintem most csináljuk az utókutatást, de olyan 10-12% lehet, körül lehetünk most. De Bori, bocsáss meg, hogy közbevágok, csak említetted, hogy globális trend, nem csak magyar trend, de nem mondtad az időtávot. A lényeg, amikor beszélgettünk, ez volt az első kérdésem, hogy összefüggésben van-e a pandémiával, és azt mondtad, hogy nem. Nem, Ez esetleg fontos. Hát lényegében ugye mi 2005-ben indítottuk a programunkat. Egyébként azt is, a programban az is benne van, hogy férfi vállalatvezetőket, vezérigazgatókat is bevontunk, Váradi József, Csányi Sándor, nem tudom, nagyon sok mindenki támogatásáról biztosított bennünket, de ahhoz, hogy tehát én nem vagyok már kótahívő, volt egy idő, mikor ez változik különben, hogy kótahívő vagyok, vagy ilyet nem. Ilyet még nem hallottam, majd erről egy külön beszélgetésben most nincs rá időnk, de fordítva hallottam, nem kótahívőből, kótahívővé válod, de fordítva felkeltetted az érdeklődésemet egyszer megbeszéljük. A HBLF csinál egy X-mentor programot női vezető képzésére, mert egészen egyszerűen a tudásnak, a felkészültségnek ugyanott kell lenni, mint a férfi vezetőnél. Az nem vagyok. Kérdés. Hogy nőt kell mindenhova elhelyezni, függetlenül, hogy mit tud, legalább annyit tudjon, és akkor, de ahhoz pedig a nőket képezni kell. És van egy nagyon sikeres X-mentor programunk, ezt tavaly indítottuk el, tavaly indítottuk a nemzetközi program, mely már ez a harmadik mentor program, ez csak kizárólag nőknek, de itt is a Washingtontól, San Franciscón, Londonon keresztül, Brüsszelig, egy olyan mentor csapatot sikerült összeállítani. Egyébként ma délután volt egy ilyen kommentorálásom egy kis női vezetővel, és borzasztóan jól esett látni, hogy jutunk valamire. Annyit mondtam az előbb, az elején, amikor bemutattalak, hogy az évmenedzsered így kitüntetettje vagy, de azért az fontos tudni a nézőknek, hogy 2019-ben a társadalomért külön díj kitüntetettje voltál, természetesen sok más díjat is kaphatnál, simán az évmenedzserét, reméljük, hogy ilyen is lesz, de a társadalomért külön díj az egy nagy jelentőségű. Azt még talán van idő elmondani, hogy nagyon szeretek a Menedzser Szövetséggel együtt dolgozni. Lényegében olyan programokat csinálunk együtt, amitől a társadalomnak egy nagyobb ráhatásunk van arra, hogy mi történik körülöttünk, mi történik az üzleti és a társadalmi életben. Pár szót ejtsél arról is, hogy a HBLF-nek mik az idei önjogú tervei, mert aztán fogunk beszélni a közösről, ennek az egy órának a harmadik részében a közös tervekről. Nagyon fontos, és engem nagyon érdekel például, hogy ugye nagy követségek csatlakozásával, együttműködésével egy hartók beszélgetés sorozatot csinálsz, és a következőnek a vendége egészen különleges vendég. Mondhatni exkluzív, premier. Igen, én egyébként odaígérte a kezét nekem még tavaly, mert mondtam, hogy én nagyon szeretnék egy hártókot csinálni a Brexitről, és ugye mindig vártuk, hogy lesz a Brexit megállapodás. Ez még azt hiszem novemberben volt, amikor személyesen találkoztam Paul Fox nagykövetúrral, és akkor megígérte, hogy amint tud már nyilatkozni, akkor én leszek az első. És ez február 8-án fog bekövetkezni, a nagyköveti rezidencián lesz egy ilyen beszélgetés. Ti ott lesznek, és mindenki, aki szeretné követni a beszélgetést, online regisztrál és nézheti. Igen, ez egy digitális. Gyakorlatilag most minden rendezvényünk digitális alapú, és február 8-án nagy szeretettel várok mindenkit, akit érdekel, hogy állunk a Brexit-tel, és mi várható, és mik a tanulságok eddig. Hát minden esetre erre sincs most idő, de nagyon sok tanúság van. Akkor csinálunk egy angol nyelvű, ilyen társadalmilag felelős befektetésekkel kapcsolatos konferenciát, ami a MSCI, Morgan Stanley, BlackRock, tehát egy ilyen, ez inkább szinte egy ilyen nemzetközi globális konferencia lesz. Ami nagyon fontos, hogy a sokszínűségek kártyával indítunk egy Masterclasses nevezetű sorozatot, ahol a legjobb gyakorlatokat osztják meg egymás között, a Bosch, az E.ON, a Tesco, nem tudom, a Praktiker, tehát nagyon sok, nem, bocsánat, akit nem soroltam föl, de hogy és ezeknek is mindegyiknek már, azt hiszem november 20-án lesz a következő, és Kemény Péter az E.ON-ból a megváltozott munkaképességűeknek az alkalmazásáról fog beszélni, szóval a mesterkurzusokat tartunk, pénzügyi csúcsot tervezünk őszre, tervezettel konferenciákat, például a filmiparról, az tavalyról átcsúszott idénre. Tehát annyi, nagyon sok minden van.
És az a jó, hogy nagyon nagy az érdeklődés, és a digitális alapon megtartott konferenciákra nagyon sok érdeklődő néző bejelentkezik. Egyébként én is, ahogy többet vagyok itt, többi nem, mindenen tudok én is részt venni. Nagyon-nagyon szépen köszönöm, Bori, várlak vissza 20 perc múlva, és ha még ott valami eszedbe jut, amit szerettél volna külön a szervezetről elmondani, akkor lesz arra is pár perc időnk, és hát ugye a közös projektről is, arról majd akkor. Jó, ezt a zöld pénzügyeket majd akkor elmondom. Így van, az nagyon-nagyon fontos, így van. Mi köze a fenntarthatóságnak a pénzügyekhez? Meglehetősen sok, de ezt majd meséld el. Nagyon-nagyon szépen köszönöm. És hadd cseréljek vendéget. Következő vendégem, ahogy az előbb mondtam, egy olyan vendég, akivel 2020-ban ismerkedtem meg, akkor volt szerencsém a Foxconn alelnökével először beszélgetni, itt önök előtt, a nézők előtt, elképesztő érdeklődést váltott ki akkor, amit Tálos Péter elmondott arról, hogy mennyivel korábban érezte a felelősséget a közelgő pandémiával kapcsolatban. Vezetőként, magánemberként, és amiket ő akkor végrehajtott, azzal kapcsolatban nyilvánvalóan Tálos Péterhez, akit szeretettel köszöntök itt a színpadon, a backstage-ből. Szervusz, Péter! Szervusz, jó estét kívánok mindenkinek! A mondatban voltam, azt mondtam, hogy nyilvánvalóan elsőként azt szeretném tőled megkérdezni, amit utána én e-mailek és messenger üzenetek tucatjaiban kaptam később is, hogy mit mondana arra Tálos Péter, hogy, és eljött a pillanat, hogy állunk. Tudom, hogy nem vagy pandémia szakértő, és Müller Cecília pozícióját sem szeretném rádosztani, de az a felelősség, az a viselkedés és az a cselekvés sorozat, amit te megosztottál a Menedzser Szövetség beszélgetés sorozatában a nézőkkel tavasszal, az olyan jelentőségű volt a nézők számára, hogy hadd kérdezzem tőled, hogy amikor a minap beszélgettünk, és azt mondtad, hogy jön a harmadik hullám, akkor azon pontosan mit értettél? Hát, mondtam akkor is neked, hogy készüljünk a legrosszabbra, és reménykedjünk a legjobban. Abban reménykedem, hogy a járvány elcsitul, és nem lesz itt semmi baj, de azt hiszem, hogy ez sajnos nem így lesz. Úgyhogy én az utóbbira készülök. Minden jel arra mutat, hogy egy új vírustörzs kezdi átvenni az uralmat itt Európában, ami Nagy-Britanniából indult, és hát megvan rá jó esély, hogy ez már itt van, és erőteljesebben fog terjedni, mint az eddig itt lévő. Én erre készülök, a következő hónapok ennek a jegyében fognak telni. Nagyon nehéz dolog ugye az, hogy felelős közösségként, tágközösségként, nemzetként a prioritási sorrend az úgy helyes, ahogyan azt például a kormány megállapította, először az egészségügy dolgozói, frontvonalban dolgozók, aztán azok, akik közvetlen kontaktban vannak, de például egy cégen belül számodra portástól vezérigazgatóig mindenki fontos lenne mától az oltás szempontjából, értem. De ez annyiból indiferens most ez a kérdés, hogy nincs oltóanyag. Ugye oltóanyag azoknak sincs, akik számára ez most sokkal fontosabb lenne, mint nekünk. Ennek a beszerzése, úgy tudom, folyamatban van, hogy mikorra lesz annyi, amennyire szükség van, hát az nagyon jó kérdés. Mi itt nem fogunk priorizálni, tehát megpróbálunk majd, hogyha eljött az idő, abban segíteni, hogy mindenki a lehető leghamarabb legyen ottva. Előbb Borival beszélgetve, hadd kössem az ő beszélgetését párhuzamba, ha áttérünk arra, hogy mi történt a Joint Venture-rel 2020-ban, és mik a tervek jövőre. Figyeltem arra, hogy Bori azt mondta, hogy nagyon gyorsan tudtak a digitalizációhoz alkalmazkodni, rengeteg nagy projektjüket meg tudták tartani. Amikor veled korábban beszélgettem, azt mondtad, hogy ez volt számotokra viszont a legnagyobb kihívás, és hogy ezzel még továbbra is vannak teendő 2021-ben. Igen, ugye, hogyha precízebbek akarunk lenni, kicsit vissza kell mennünk ahhoz, hogy mi is a Joint Venture Szövetség, csak egy két-három mondatban. Igazad van. A Joint Venture Szövetség 86-ban alakult, expatrióta vezetők Magyarország életének a megsegítésére, ezért is Joint Venture Szövetség, akkoriban ugye ezek az expatrióta vezetők Joint Venture-öket vezettek. És ezek a nemzetközi vállalatok külföldi, Magyarországot nem ismerő, de is vállalatok, csak az itt
szerepeket, így van. És aztán később ez átalakult, nyilván 90-es évektől kezdve ennek sok értelme nem volt már a joint venture, de vagyunk annyira formakonzervatívak, hogy a név megmaradt. Ugyanakkor ma már kisvállalkozótól nagyvállalkozásokig mindenféle iparágból szolgáltató gyártócégek, stb. Mindenféle területről vannak tagjaink, úgyhogy mára már egy teljesen másfajta közösségi alakultunk. Büszkék vagyunk rá, hogy egy olyan vállalatközösség vagyunk, érdekképviseleti szervezet, vagy szövetség, amely nem tartozik sehova. Tehát nem függ anyagilag senki mástól, csak a tagjaitól. Így aztán ez egy nagyon tiszta helyzet, és azon kívül pedig nem képviselünk egyetlen iparágat, vagy egyetlen nemzetnek az itteni befektetőit sem elsődlegesen. Mi kizárólag a tagjainkat, viszont minden tagunkat képviseljük. Tehát a JVSZ-hez, és ezzel el is árultam, hogy a legfontosabb feladatunk az érdekképviselet, és az érdekképviseletet pedig elsősorban úgy tudjuk megvalósítani, hogy megpróbáljuk a tagjaink érdekeit a jogszabálytervezetek elkészítése, a jogszabálytervezetek véleményezése során érvényre juttatni. Ezért aztán szorosan együttműködünk a mindenkori kormánnyal ebben. Most ez az alaptevékenységünk, ez a core businessünk, ha úgy tetszik, ez hála Istennek 2020-ban egyáltalán nem sérült, tehát nagyon jól ment tovább az együttműködés minden fronton, mind a tagokkal, mind pedig a jogszabály előkészítő szervekkel. Bár a problémák, amelyek miatt sötét felhőknek kellett sokak feje fölött gyűlnie 2020-ban, azok titeket is érintettek, arra gondolok, párhuzamot vonva újra Czakó Borbálával való előbbi rövid beszélgetésemmel, az, hogy különböző piaci szereplők, különböző vállalatok, különböző iparágok képviselői hogyan vállalnak felelősséget a közösségünk, társadalmunk különféle ügyeiért, és milyen hatékonysággal, milyen minőségben, milyen elkötelezettséggel vesznek ebben részt, az 2020-ban hatványozódott a problémák hatalmas halmazával, és például arra kell koncentrálni, hogy digitális eszközöket adni azonnal annak, akinek csak lehet. Nektek pedig ugyanúgy más tészta, de azzal, hogy iparágak sorra óriási, soha nem látott problémákkal szembesültek, a lobby tevékenységetek kihívása, az biztos, hogy súlyosabb volt, mint bármikor korábban. Igen, és ami a legfontosabb, hogy az idő sokkal rövidebb volt. Tehát rá kellett szoknunk arra, vagy át kellett szoknunk arra, hogy sokkal gyorsabban kellett mindenre reagálnunk. Ugye a helyzet természetéből adódik, hogy nem tud senki annyi időt várni egy válaszra, mint békeidőben. Tehát most gyorsan kell reagálni, ahhoz pedig a véleményeket is gyorsan kell eljuttatni a jogszabályt előkészítőkhöz. Mondj már konkrétumot, mire vagy a legbüszkébb, mi volt a legnagyobb sikeretek, és esetleg, hogy őszinte vagy, akkor mondd el, hogy mi az, amit jobb lett volna, de nem sikerült elérni. Amit én sajnálok, hogy nem sikerült, kezdjük ezzel. Ugye van egy jogszabály, amelyik jogszabály a Katára vonatkozik, ugye, és a Katárnak ha úgy tetszik, megtisztítására. Ezen itt 100%-ig egyetértünk, egy nagyon helyes jogszabály. A Katában rengeteg visszaélés történt, nem azok használták, akiknek használniuk kellett. Ugyanakkor viszont függetlenül ettől a ténytől a pandémia közepén azok, akik amúgy is meglehetősen nehéz helyzetben vannak, de facto szembesülnek egy adóemeléssel. Azzal ugye, hogy kvázi megtisztul a kata, tehát azok, akik nem használták volna eddig, azok most már nem is tudják használni oly módon, ahogy eddig. Meg egy adminisztrációs bonyodalommal, hol vagyunk már a sör alátét adózástól? Mi azt kértük, vagy azt javasoltuk, hogy ez tolódjon ki a pandémiás időszakra, a vészhelyzet végéig. Megértő fülekre találtunk, de nem de elutasításra is. Tehát ez sajnos... Nem is mondhatok egyedül ezzel a kéréssel, az iparkamara is ezt kérte sokan hasonlóan. Mondom még egyszer, a jogszabály alapvetően teljesen egyetértünk, az adónemet meg kell tisztítani a visszaélésektől, de talán... Meg a
Talán egy kicsit lehetett volna ezzel várni, mert ugye függetlenül itt a morális megfontolásoktól ez mindenképpen nehezebb helyzetbe hozott, egyébként is nehéz helyzetben lévő vállalkozásokat. Nagyon érdekes dolog, és azt sem tudom biztosan, hogy az én sikerem-e, vagy csak egyszerű koincidencia, véletlen egybeesés. Minden esetre nagyon hosszú ideig volt némi hezitáció az 5%-os, ugye a vendéglátás áfája, kedvezményes áfa kulcsnak a kiszállított élelmiszerre való alkalmazására. És aztán végül sikerült. És ez azért egy nagyon aranyos kis történet, mert ezt én egy fórumon kértem, a kormánnyal minden héten van egy ilyen közös fórum, és én azon kértem ezt. Minden héten? Hát mondták, hogy erre nincs lehetőség, és egy héttel később pedig az államtitkár úr mondta, hogy hát akkor Tálos Péter kérése mégiscsak meghallgatásra talált, és mégiscsak 5% lesz. Nyilván nem gondolom azt, hogy ez nekem köszönhető, de lehet, hogy egy picit én is hozzájárultam, egy picit a JVS is hozzájárult ezen keresztül ahhoz, hogy a kiszállított éttermi ételeknek az áfája lecsökkenjen. Hát ez magas létsz az utódodnak, ugye 6 éve végzed ezt a munkát, és 2021 egyik feladata lesz átadni a stafétát. Így van. 2021 feladata, ahogy egyébként célosztály is rá, a digitális térben való megjelenésünknek az átgondolása és professzionálisabb alapokra helyezése, mégpedig egy olyan megjelenést szeretnénk kitalálni, amelyik nem a járvány idejére, hanem innentől kezdve fog működni a digitális világban. Ezen kell erősítenünk. Mindent ott vagyunk, és mindent megjelenítettünk, tehát a házi feladatot azért elvégeztük, de szeretnénk emelni ennek a színvonalán, a professzionalitásán. Ez az egyik legfontosabb feladat, és azt a néhány eseményt, amit így megszervezünk, azokat igazán nagyszabású digitális eseményekké is szeretnénk egyúttal emelni. Mivel a kettő, amit említettél, összefügg, ezért hadd kérjem, hogy picit konkrétabban mesélj arról, hogy mi az a formátum, vagy mi ez a tartalom, amire te azt mondod, hogy oké, ez most átmeneti, vagy sokan azt mondjuk, hogy most így csináljuk, de jó lesz, amikor már nem, és mi az, amire azt mondod, hogy ez marad, ezt mi mostantól így tervezzük csinálni, akkor is, ha 200 vagy 500 ember lehet együtt egy teremben. Potenciális. Igen, tehát rengeteg konferenciát szerveztünk mi is, és mások is. Ami közös volt ezekben a konferenciákban zömmel, hogy ezek úgy működtek, hogy mindenki leült otthon a Zoom elé, vagy a Teams elé, inkább a Zoom elé, ugye, mert az szabadabban használható. Bekapcsoltunk és prezentáltunk. Ez nem adja meg azt az élményt a nézőnek, amit mondjuk egy tévéközvetítés megad. Tehát szeretnénk abba az irányba elmenni, hogy tényleg egy profi eseményként éljék meg a digitális, vagy részben digitális konferenciákat is a tagjaink, illetve azok, akik ellátogatnak rá. Tehát ezzel olyan elemekre gondolsz inkább, amelyek a figyelemfenntartást, a szórakoztatás faktort, vagy a megértés faktort a professzionális televíziózásban ismert elemekkel dúsítják, ahelyett, hogy csak egymást látjuk? És professzionális technikai háttér, a streaming hibátlan kell, hogy legyen, stb. Tehát ennek sok-sok eleme van, amitől aztán a nézőnek az élménye az, hogy na ez egy kitűnő professzionális műsor volt. A tartalom, azt gondolom a tartalom megvan, ez a lényeg. Tehát a minden rendezvényünknek a tartalma, a szakmai tartalma az nagyon magas színvonalú. Erre büszkék voltunk mindig is. De egy olyan formát kell neki adni, hogy ne csak magas színvonalú legyen, hanem annak is látszódjék. Ez az egyik legfontosabb feladat. A másik nagyon fontos feladat, hogy erre is, ezt is teljesen jogosan hoztad fel, hogy bizony az én 6 éves, 2-3 éves mandátumom lejár, hogy a JVS egy olyan szervezet, hogy a tisztségviselők
egymás után kétszer tölthetik be az adott tisztséget, kétszer három évig, az elnök pedig életében ezt a kétszer három évet töltheti csak be, és én azt gondolom, ez nagyon helyes így, nem szabad, hogy bármelyikünk, bármelyik elnök személye a JVS-re rányomja annyira a bélyegét, hogy aztán itt innentől kezdve már nem a JVS-ről, hanem mondjuk Tóth Jakab szervezetéről beszélünk, mert már 30 éve itt ott van, és már ott van. Tolókocsival tolják be a rendezvényekre, de mindig ő az elnök. Hanem ez nagyon jó, így mindenkinek megvan kétszer-három éve, mindenki valamit hozzátesz a szervezet működéséhez, és aztán átadja a stafétát. Én is ezt tervezem, átadni a stafétát. És akkor még egy kicsit visszatérve arra, amit Bori kapcsán mondtam, hogy 2020 talán az egyik legnagyobb kihívás volt társadalmi felelősségvállalás témában, a te szervezetet kapcsán pedig lobby tevékenységben is elképesztően új feladatok voltak, azért 2021-ben ez nem fog csökkenni, hogy az egyezetek a tekintet. Ez így van. Üzleti kapcsolatban létrejött el cégek között egyéni problémák megoldásának a számára. Mondj pár konkrétumot, mitől tartasz a legjobban, vagy mi az, ami a legszorongóbb? 2021-ben? Hát nem tudom, igazándiból én nem nagyon szorongok semmitől sem. Tehát nem veszélyeket, kockázatokat látok, de... 2021, hát gyakorlatilag 2020 már minden olyan kihívással előállt, amivel 2021 is. Arra kell számítsunk, hogy egyáltalán nem biztos, hogy ez egy olyan év lesz, amikor a költségvetés tele lesz bevételekkel. És ha nem lesz tele bevételekkel, akkor a kiadási oldalon is óvatosnak kell lenni. Hát nagyon célzottan, nagyon megfontoltan fog tudni csak a kormány költeni. Ezért mindenkinek az a felelőssége, hogy valahogy saját magáról gondoskodjon, amennyire csak tud. Mert nyilván lesznek, akik nem tudnak, és most kifejezetten a vállalkozásokról beszélek, azok a vállalkozások, ahol kormányzati segítségre lesz szükség. Én ezt a, mondjuk azt, hogy nem biztos, hogy bővülő lehetőségek tárházát látom az egyik legnagyobb kihívásnak, ami 2021-ben előttünk áll. Ugyanakkor maga az egész pandémiás helyzet hihetetlen sok lehetőséget is hozott, és hihetetlen sok veszéllyel is járt nyilván. Tehát vannak iparágok, vannak ágazatok, amiket romba döntött, vannak, akiknek fellendülést hozott, ami viszont közös, hogy szinte minden vezető számára lehetőséget adott, hogy megkülönböztesse magát. Mert hogy azért eddig ugye langyi vízben el lehetett lenni, most nincs langyi víz, ugye egy új helyzet van, amire gyorsan kell reagálni, amihez hozzá kell alakítani a szervezet működését, és ez egy nagyon, nagyon jó módja annak, hogy a vezetők saját magukat, ha úgy tetszik, kitüntessék a többiek közül. Tehát magukat megmutassák, hogy valójában tényleg azért vannak ott, mert ott kell lenniük. Én tulajdonképpen ebből a szempontból kifejezetten pozitívan tekintek erre az időszakra, minden szörnyűség ellenére. Mit tudtok hozzátenni törvényalkotáshoz ugyanúgy 2021-ben, ahogyan 2020-ban például mondtad az 5%-ot? Ugye fontos tudni a nézőknek, hogy a JVS-nek partnerségi megállapodása van az ITM-mel is, az IM-mel is, ahogyan mondtad, hetente vannak a kormánnyal koordinációitok, vagy legalábbis kommunikációtok. És amit még nem említettünk, hogy a JVS társelnöke a mindenkori pénzügyminiszter, ami fontos hatékonysági szempont lehet a JVS szempontjából. Igen, hát kifejezetten örülünk, különösen azért, mert a pénzügyminisztert Varga Mihálynak hívják, és Varga Mihály urat nagyon-nagyon szeretjük, és nagyon sokra tartjuk szakmailag. A pénzügyminisztériummal tényleg kitűnő a munkakapcsolatunk, és nagyon sokban tudunk azt gondolom egymásnak segíteni, csak úgy, mint az ITM-mel, és bár az IM-mel formálisan nem is tudom, hogy most van-e megállapodásunk, de van egy kialakult munkakapcsolatunk hosszú évek óta, újra meg újra megújított stratégiai partnerségi megállapodás keretében. Amit hozzá tudunk tenni, az az, hogy egy minden iparágat, mindenféle vállalat méretet átfogó szervezet, szövetség,
nézőpontjait oda tudjuk tenni egy javaslat mellé, és azonnal meg tudjuk mondani, hogyha valahol bármiféle problémát okoz ez, vagy nem okoz. Azt gondolom, ez egy nagyon fontos lakmuszpapíra a törvény előkészítők számára, vagy jogszabály előkészítők számára, hiszen tényleg a EVS mindenféle taggal rendelkezik. Minden iparágból, mindenféle szektorból és minden méretből. Igen, a méret sem számít, tehát KKV-től nagyvállalatig. A heti egyeztetés az nem a EVS-szel van, ott a EVS csatlakozott, ez egy kifejezetten a COVID-dal kapcsolatos egyeztetés, a EVS csatlakozott a többi szervezethez, a kamarához, MGOS-hoz, stb. És ott hetente van egy lehetőség, egy fórum, ahol egyeztethetünk az ITM irányítása alatt, de több minisztériummal. Köszönöm szépen, hogy ezt pontosítottad, mert ez nekem is egy új információmorzsa volt, és akkor most értem, hogy ilyen gyakoriságú kommunikációt milyen közösség keretében tudtok elérni. Van még bármi, amit a jövő évi, ezzel az évvel kapcsolatban elmondanál, ami fontos, és várod nagyon, vagy térjünk át a közös munkára, a nagy projektre? Én őszintén szóval egyetlen egy dolgot várok nagyon, hogy a méltó utódom átvegye a helyemet. Nem azért, mert nem szeretem a EVS-t irányítani, nagyon szeretek a EVS elnöke lenni, de nagyon izgatott vagyok, mert a EVS történetében először az a személy, aki úgy tűnik, hogy az utód jelöltem lesz, ő egy hölgy. És úgy gondolom, hogy ez egy fontos lépés, hogy egy nagyon sikeres magyarországi vezető, aki egy hölgy egyben a EVS élére kerülhet, és a EVS arca lesz, a EVS képviselő a jövőben. Tudtad, hogy Szakó Borbáláék olyat is csinálnak, hogy vezetőket, női vezetőket arra képeznek, hogy igazgatósági tag készek legyenek, ahogy az angol mondja, board ready például, tehát csúcsvezető, szervezetvezető szerepre totál készen? Hallgattam, igen, hallottam, hogy ezt megemlítette. Nagyon-nagyon szépen köszönöm, maradj itt kérlek, Péter, és akkor a Borit és Budai Kollárik tímeát szeretném a színpadra visszakapni. Jó estét kívánok mindenkinek! Jó estét, Jó estét! A bázsba. Szervusztok! Remélem, hogy megérdezünk, mintha visszavisztanánk. Nézzük meg, hogy mindenki a képén viszonylag halkan tudjuk egymást hallgatni, mert talán ez lehet az oka, hogyha egy picit túlvezéreljük a mikrofonokat. Most nem hallom magam sehol vissza. Nektek is jó? Nekem jó. Timi, hadd adjam át neked először a szót. Kicsit mesélj a közös projektről, és aztán Borihoz fordulnék újra, mert a zöld pénzügyeknél fejeztük be a beszélgetést. Köszönöm szépen. Először is nagyon köszönöm a részvételt Borinak és Péternek is, és nagyon örülök, hogy együtt tudunk most egy kicsit beszélgetni. Nagyon szeretek Borival és Péterrel is dolgozni, tehát Péterrel most már 5 éve dolgozunk együtt, ugye Péter a Menedzser Szövetség elnökségi tagjaként, én pedig ugye az ügyvezetőjeként. Borival pedig igazából a közelebbi kapcsolat az a tavalyi évtől, bár sokkal többnek tűnik számomra, nem azért csak, mert hogy annyira tartalmas volt, és annyira sok minden történt ebben az egy évben, de ugye tavaly adhattuk át Borinak a menedzserek a társadalomért külön díjat, az év menedzsere díját adó gálán, és azóta tényleg nagyon sok közös aktivitásunk volt már tavaly is, és hát lesz idén is. És én még mielőtt a menedzserek a társadalomért konferenciába bele csapnék, picit kiemelném azt is, és picit beszélnék róla, hiszen nekünk nagyon fontos, ugye az év menedzsere gála és az év menedzsere díja, ugye már 7 díjat adhattunk át tavaly és idén is ugyanez a díjaink száma, és szeretném kiemelni, illetve akár Péterrel egy picit beszélgetni arról, hogy 5 éve, amikor én a ügyvezetőként ide kerültem a szövetséghez, akkor megkaptam azt a fantasztikus lehetőséget, hogy Péterrel közösen dolgozzuk ki, és dolgozzuk át
az egész jelölési folyamatot, illetve picit pontosítsuk, ugye akkor emeltük, akkor még, ugye Péter emlékszel, 3 díjunk volt, az év menedzsere, az év fiatal menedzsere, illetve az életmű díj, amit akkor először abban az évben adtak át, vagy adott át a szövetség, és azóta ugye plusz 4 díj jött be, először a Kék Innovációs külön díj, ugye a Volkswagen támogatásával, majd azt követte a menedzserek a társadalomért külön díj, amit kiemelnék, hogy idén a Shell fog majd támogatni, és emellett 2 díjuk került be tavaly, ugye az év női menedzsere, az MVUK támogatásával, illetve a jövő menedzsere, ami jövő menedzserek külön díj, aminek idén ugyancsak új támogatója lesz, fogja támogatni. És hát nagyon fontos díjak ezek, nagyon fontos a gála, április 17-ére tervezik, ugye tegnap volt elnökségi ülésünk, és megint felmerült téma, hogy április 17-én szervezhetünk-e már fizikálisan ekkora eseményt, hiszen ez egy 350-400 fős esemény, és elmondhatom azt is, hogy ugye március 7-én 2020-ban, ugye ez konkrétan az utolsó társadalmi esemény volt Magyarországon, utána már nem tudtuk fizikális rendezvényt, nagyobb rendezvényt mi sem, illetve a többi szervezet sem szervezni, és hát én hiszek abban, hogy a gálánk idén az első nagy társadalmi esemény lesz. Ha április 17-én nem is tudjuk megszervezni, akkor remélhetőleg, most ugye az elnökség jóvá hagyott egy ilyen második dátumot, mert abban az elnökség maximálisan egyetértett, hogy ezt az eseményt nem lehet digitális platformra áthelyezni, tehát ezt mindenképpen személyesen szeretnék megszervezni, és ha sajnos a vírushelyzet nem engedi, hogy még áprilisban ez személyes találkozó lehessen, akkor inkább egy kicsit csúsztatjuk, és lesz egy úgymond esőnapunk. És nem tudom, Péter, átadnám a szót, ha esetleg egy kicsi kulisszatitkokban, hogy mi volt akkor 5 éve, ha még emlékszel rá, miben változtattuk, hogy akkor alakítottuk ki a jelölőbizottságot, ami még előtte nem volt. Mielőtt átadod a szót, csak annyit hadd vágjak közben, hogy még egy nagyon fontos dátumot nem mondtál. Vége az ajánlásoknak holnap. Köszönöm szépen, így igaz, tehát azt még egyszer csak szóhoz hagyjuk Pétert jutni, de azért akkor azt, ha már ezt elmondom, az ajánlásokat ugye a jelölőbizottság teheti meg, az elnökség ügyvezetés, illetve 14 partner szervezetünktől kértünk be ajánlásokat, köztük természetesen a Joint Venture Szövetségtől és a Hungarian Business Leaders Forumtól is, tőlük ugye már meg is kaptuk, és hát még várjuk, tehát holnapig várjuk ugye a többi társ partnerszervezettől is az ajánlásokat, és akkor Péter, tiéd a szó. Igen, hát ugye a Menedzser Szövetség abban a szerencsés helyzetben volt már 5 évvel ezelőtt is, hogy gyakorlatilag mindig sikerült kiváló menedzsereket díjaznia, tehát maga a díjazottak kiválasztásának az eredménye az végül mindig jól sült el, és tényleg a legkiválóbbak lettek az év menedzserei gyakorlatilag akkora már évtizedeken keresztül. Ugyanakkor ugye a folyamatokat megnézve erre semmi garancia nem volt. Tehát ez egy, úgy is mondhatnám, hogy egy több évtizedes szerencse, illetve a mindenkori elnökség józan belátásán múlott. Miért? Azért, mert nem volt igazán egy olyan, ugye a minőségbiztosítás az nem arról szól, hogy valami kitűnő minőségű legyen, hanem az, hogy ugyanolyan mindig. Hát, nem volt egy folyamat. Igen, nem volt egy folyamat, amelyik biztosította volna ezt a konzisztenciát. Végül mindig jól sült el, de az volt az érzésünk ott az elnökségben, hogy egyszer rosszul is el fog sülni, és arra jutottunk, hogy kell valami olyan rendszert kialakítani, egy a lehetőségekhez képest objektív, korrekt rendszert, amelynek a során végül olyan jelöltek kerülnek az elnökség elé, hogy azokból akármelyiket is választja az elnökség, biztosan nem fog tudni hibázni. És ez rendszer kérdése, nem a jelölti lehetőségek választása? Hát nyilván az, hogy hogyan kerül oda egy jelölt az elnökség elé, az rendszer. A rendszer, a folyamat, ugye maga. Folyamat.
És ezt a folyamatot kellett kialakítani, hogy ne tényleg ne ilyen adhok módon kerüljenek a jelöltek elénk, és tényleg minden évben sikerült valahogy megtalálni azt, aki arra érdemes volt, de hát ez azért őrült szerencse kidolgozott folyamatok nélkül. Na hát és ennek láttunk mi neki, aztán a Timivel, és megalkottuk azt a rendszert, ami többé-kevésbé mai napig a jelöltek kiválasztásának a rendszere. Ez egy ilyen három lépcsős dolog. Az első lépésben ugye ajánlásokat lehet tenni. Itt aztán tényleg mindenki akár saját magát is ajánlhatja, ha jól emlékszem, vagy most már talán... Már nem, már három éve nem. Az elején még volt. Igen, és... Utóbbi években Péter annyira már nem folyt bele, csak a kidolgozás. Az ajánlásképet követően ugye a jelölteket a jelölőbizottság állítja, a jelölőbizottságot próbáltuk mindig olyan emberekből webuválni, akik nagy tekintélyű szakemberek, ismertek, tehát van irányukba közbizalom. Igen, és hogyha megengedett Péter, hogy naprakész információt adjak a nézőknek, jelenleg ugye dr. Beck György a jelölőbizottság elnöke, és ahogy említett, ettől az évtől, vagyis hát ugye 2020-tól Bori is tagja a jelölőbizottságnak, mellette Fekete István, Liptai Gabriella és Jaksi György. Így van. Tehát nagyon komoly nevek szerepelnek a jelölőbizottságban, ez tudatos volt mindig. Az összetétel változott értelemszerűen, ki meddig tudta vállalni. És aztán a jelölőbizottság, amikor indultunk, akkor kategóriánként három jelöltet adott a Timi kijavíthat, hogyha most ez nem így van, és ebből a háromból kellett az elnökségnek titkos szavazással minden kategóriában egy-egy díjazottat kiválasztania. De ugye maga a folyamat biztosítja, hogy az a három jelölt, aki oda kerül, az már biztosan érdemes. Olyan is előfordult, hogy egy kategóriában a jelölőbizottság az ajánlottak közül nem talált hármat, úgyhogy csak két jelöltet tárta az elnökség elé. De annál ez egy nagyon fontos dolog, ez egy garancia arra, hogy a díjnak a patináját meg tudjuk őrizni. Hiszen nagyon fontos, hogy a díjnak az az értéke, valójában a díjazottak sora az értéke egy díjnak, így visszanézve, és ha azt látjuk, hogy visszanézünk az elmúlt 21 pár évre, büszkék lehetünk rá, hogy ki mindenki volt az év menedzsere, mert a következő év menedzsere számára ez adja meg az értékét ennek a díjnak. Timi, hozzátennél-e még bármit a menedzseri díjak ügyéhez? Igazán csak annyival egészíteném ki, hogy ugye még az abban, ugye, amit Péter már követett elnökségi tagként, csak pontosítanám, ugye, hogy az utóbbi években már csak szervezetek tehetik meg ajánlásukat, ugye, illetve az elnökség és a jelölőbizottság, és ugye hát, ahogy említettem, 14 szervezet, és engedjétek meg, nem szeretnék ugye senki most 14 szervezetet felsorolni, és nem, de azért egy párat, ugye az MCSEM, a Brit Kamara, Holland Magyar Kereskedelmi Kamara, Egyenlítő Alapítvány, tehát sok nagyon, ugye főleg amiatt is Hiladinától pont azt kértük például, hogy ugye nagyon szeretnénk, ha minél több nőt díjazhatnánk, ugye ezért hoztuk létre hát Bobi, te is azért követted, hiszen több éve már a díjátadó gála háziasszonya vagy, hogy sajnos a tavalyi év előtt azért nem nagyon szerepeltek nők a díjazottai között, és így több év után az elnökség elfogadta, hogy amíg ez nem változik, addig külön évnői menedzserek külön díjat is szeretnénk átadni, és hát én tényleg tavaly hatalmas boldogság volt, hogy amellett, hogy ugye volt egy díjat, Békefi Veronika, volt dr. Békefi Veronika az évnői menedzsere díjazottunk, és mellette a társadalomért, menedzserek a társadalomért külön díjazottunk is, hogy volt ugye Bori személyében. És a mondatban csak erre, hogy annyira nagy presztízse van ennek a díjnak, hogy ugye én LinkedIn-en meg szoktam osztani különböző híreket, és ez volt az életemnek a legnagyobb nézettségű LinkedIn-nek. Több mint 14-en nézték meg. Az azért, ugye én nem vagyok rajta ezen a top star listán, de ez egyértelműen egy óriási szám, szerintem.
Köszönjük szépen ezt a visszajelzést, és hát ugye még egy icipicit a folyamatról, aztán mindenképp a konferenciáról is beszéljünk, és rövid az időnk. Ugye a folyamat az, hogy most lezárjuk ugye az ajánlási folyamatot, a maga az ügyvezetés egy hónap alatt ugye összeállítja a háttéranyagokat az összes jelöltről, amit ugye a jelölőbizottság elé tár. A jelölőbizottságnak március elején lesz, nem bocsánat, február végén egy, mert már a dátumunk is megvan, a jelölőbizottsági ülése, és március 9-én fog összeülni az elnökség, és ahogy Péter is elmondta, titkosszavazással ugye a kategóriánként három jelöltből megszavazza a díjazottakat. És hát akkor én vissza is adnám a szót, és szerintem kezdjünk Borival, mert most túl sokat beszéltünk, hogy nehogy a zöld pénzügyek elmaradjanak, és aztán én majd még kiegészítem meg Péter a többi hírrel a konferenciával kapcsolatban. Igen, és ugye a zöld pénzügyekről nem csak úgy általánosságban fogunk most beszélni, mert ahhoz most itt pont kevés az idő, megér egy külön adást, és lesz róla elég sok szó a fókuszban a jövő digitális konferencián február 18-án, de hogy miért került szóba, amikor pont elváltunk Boritól, az kötődik február 18-ához, a GIGA konferenciához, ahol például az is ki fog derülni, hogy miközben a tőzsdén jegyzett cégeknek a fenntarthatósághoz. Bori, mesélj kicsit arról a részterületről, amivel te személyesen is hozzájárulsz ehhez a rendezvényhez, kik lesznek a vendégeid, mik a tervek, és miért tartod ezt te is olyan fontosnak, ahogyan mi ezt az egész beszélgetést azzal promoztuk, hogy ennél fontosabb témával nem is lehetne foglalkozni 2021-ben. Gazdasági szempontból is. Ez nagyon érdekes, mert ugye az elején azzal kezdtük, hogy társadalmi felelősségvállalás, és hogy mindig azokat a kezdeményezéseket keresi meg a HBL-et, ahol a legnagyobb hatékonysággal tudja a társadalmat a jó irányba terelni, vagy nem tudom, hogy mondjam, és hogy lényegében az ember a pénzügyeknél azt gondolná, hogy a környezetvédelem, a fenntarthatóság, ha az beiktatjuk egy vállalatnak az életébe, akkor ez elvileg a többlet kiadás miatt egy negatív hozamot generál a vállalatok számára, de ez érdekes, hogy nincs statisztikák bizonyítják, hogy azok a cégek, akik a saját cégeket, erre a Volkswagen a példás. Bori, picit ne haragudj, nem tudom, én hallok-e csak rosszul egy picit, ha közelebb jössz, hát ha. Közelebb jövök, köszönöm. Szuper, köszi. Hogy azok a vállalatok, akik nem figyelnek oda a feltarthatósági indikátorokra, azok nagyon komoly veszteségeket könyvelhetnek el. Ilyen volt például a British Petrol, ilyen volt a Volkswagennek az emissziós ügye, az, ami a tőzsdei cégeknek az árait is negatívan befolyásolhatja. Hát az a lényeg, hogy a minden cégnél legyen az mezőgazdasági, ipari, pénzügyi szektor, tehát mindenképpen figyelembe kell venni ezeket a társadalmi fenntarthatósági indikátorokat. Egyébként a BlackRock és az MSCI is. Gyere közelebb! Olyan befektetési csomagokat csinálnak, ahol a befektető maga úgy választja ki a befektetési portfólióját, hogy ez belekerül. És a megtérülésük az egyébként nem rosszabb, mint a normál cégeknek a befektetése, és sokkal biztonságosabb. Egyébként a vendégeim a konferenciának, a KBK-tól, a Csepregi Nándor, a végkondók működik, akkor megkívjuk Jan Zalagoska, az MNCI magyarországi vezérigazgatóját, és Csépalvai Zoltán, korábban államtitkárhoz dolgozott, tehát ő egy ilyen akadémikus innovációval és gazdasággal foglalkozó szakember. Tehát azt gondolom, hogy ez egy nagyon érdekes panel lesz, és nagyon különleges tanulmányokat, amit Köszönöm szépen, Bori. Nagyon picit nehezebben hallottunk, most nem tudom, remélem, hogy magához tér az internet, hogyha visszaadom a Timinek a szót, és legközelebb újra te leszel színpadon, a mikrofonodban cserélünk egy elemet addig, ahogyan ezt szoktuk régen színpadon. Ne felejtsük elmondani azt is, Timi, hogy a 10 millió fa alapítvány a fókuszban idén. Igen, és egy kicsit
visszatérnék a gyökerekhez, mert ugye 2020 májusán szerveztük meg az első nagyszabású digitális konferenciánkat, és ugye mi nekünk decemberben volt már egy nagyobb kis évértékelőnk, ahol azért elmondtuk, hogy ez mennyire sikeres volt, tehát ebben nem is annyira, illetve hogy mennyire aktívak voltunk, mint a menedzser szövetség aktívak talán még valaha, így a 20-20-as évben. De maga a konferencia az olyan szinten volt, én azt gondolom, és ezzel senki másnak a konferenciát nem szeretném degradálni, csak annyira gyorsan jöttünk ki vele májusban, hogy tényleg elsőként tudtunk egy teljes napos, nagyon nagyszabású digitális konferenciát létrehozni, 80 első számú vezetővel 20 panel beszélgetést, és mindezt olyan nagyon gyorsan raktuk össze, tehát 2 hét alatt szerveztük le az összes előadót, és 2 hetünk maradt a kommunikációra, és hihetetlenül sikeres volt. És hát már akkor tudtuk, hogy ezt folytatni kell, tehát hogy ez nem maradhat ennyiben, és hogy évente megrendezünk egy hasonlót. Ugye a menedzserek a társadalmi fókuszban a jövő a teljes cím a konferenciáknak, és ugye tavaly a adott helyzetben a témánk maga a COVID helyzet volt, ugye 20 szektor szemszögéből, és ugye idén pedig a fenntartható gazdaság, és most 3 keynote speaker elindítjuk majd a konferenciát, és 16 panelbeszélgetés fért bele így a teljes napba, így is megint egy ilyen monstra, 12 órás program lesz ez reggel 9-től este 7-ig, 30 perces panelbeszélgetésekkel, és minden panelt egy 30 perces Q&A ugyanezen a platformon, amin most beszélgettünk, a kérdések-válaszok streamját platformon lesznek, a konferenciát pedig teljes nap a Menedzser Szövetség felülete weboldalán tudják ugye a regisztrálók végigkövetni. És köszönöm, hogy felhoztad ugye az alapítványt is. Tavaly évben az UNICEF meggyűjtöttünk, idén pedig a 10 millió fa alapítványnak, ráadásul úgy, hogy a teljes összegyűjtött összeget közösen fordítjuk a 3. kerületi mocsáros dűlő projekt, ugye a klímavédelmi kiserdőben közösen szeretnénk 1000 fát ültetni szeptemberben, és reméljük, hogy azt már akkor fizikálisan közösen tudjuk megtenni partnerszervezeteinkkel, illetve az adományozókkal. Azt is elmondanám, hogy tagjaink számára, illetve a partnerszervezeteink számára, az itt ugye HBLF és a Joint Venture Szövetség tagjai számára is ingyenesen elérhető lesz maga a konferencia, de a külsős résztvevők számára is összesen 3000 forint lesz a teljes napos konferencia ültetésének a lehetősége, viszont ezzel a 3000 forinttal egy fát ültethetnek, mert ugye ennyibe kerül egy fa ültetésre, és ugye ezt a teljes összeget erre szálljuk, illetve a partnerszervezetek, illetve a menedzser szövetség tagjainak is lehetősége lesz adományozni. 20.000 forint adománytól már részt tudnak venni az adományozók a szeptemberi faültető programon velünk közösen. És ami még nagyon fontos, egy pár címet is említenék, illetve hogyha megengeditek, a nagyon fontos, hogy még a másik két partnerszervezetet is kiemeljem, hiszen nagyon sokat segítenek ők is a munkánkban, ugye az egyik a Holland Magyar Kereskedelmi Kamara, a másik pedig a PCDH, tehát ők is szakmai partnerként részt vesznek a szervezésben, és szeretném kiemelni, mert idén támogatóink is vannak, ugye a Foxconnak ezúton is köszönjük ugye a részvétel támogatást, mellette idén az E.ON is támogatja a programot, az Epcia Group, illetve a Shell, és így tudjuk létrehozni ezt a nagyszabású programot, amiből akkor kiemelnék még, ha megengeditek, egy pár panelt, mert ugye Bori panelje az Álomország címmel a fenntartható gazdaság zöld pénzügyek, mellette lesz földkaland utazás, a felelősségteljes turizmus fenntartható utazás, gabonakörök, ami ugye a Dacsennek, ugye a Holland Kamarának a saját panelje, nem a fenntartható mezőgazdaság és élelmiszertermelő. Micsoda cím? A kör vagy egyenes, ugye a BCDH panelje, a cirkuláris vagy lineáris gazdaság újrahasznosítás,
mellette ugye a Shell és az FCA Group közös panelje, az új mobilitás, új világ, megújuló energiák szerepe a mobilitásban, és akkor mindenképpen a Foxconn paneljét is kiemelném, ugye a nemzetközi technológia áramlás az iparban, a fenntartható fejlődés, felzárkózás és a versenyképesség jövője, de mellette lesz nagyon izgalmas a tudás jövője, a jelen tudás, a oktatás a fenntartható fejlődésért, éljen az élet, a sokszínűség, ugye ez a 10 millió fa alapítványnak a panelje, a közösség és a fák szerepe, a klímaváltozás és az egyéb globális válságok elleni harcba, és még sorolhatnám. Tehát nagyon érhető el? Info. Aki nem tudtad elmondani az egészet, de elolvasni. Igen, ugye február 18, ami nagyon fontos, teljes napos, jövő héten 20-ától kommunikáljuk ugye az összes felületünkön, meg a partnerszervezetek is a saját felületeiken, Facebook, LinkedIn felületeken minden információt el fognak érni a kedves érdeklődők. És Péter, engedd meg, hogy még te is egy picit akár a saját paneledről, vagy erről az egészről, hiszen ti tavaly is részt vettetek benne. Igen. Igen, hát ugye azt gondolom, hogy a kérdés, tehát a fenntartható-e a világ, vagy egyáltalán van-e fenntartható fejlődés, ez a legeslegfontosabb kérdés, amivel szemközt nézünk ma. És ez egy globális kérdés, amire valamilyen módon majd egyszer globális választ kéne adni, nem túl sokára. Köszönöm, hogy hozzátetted, már meghallotta a fülem a valamikor egyszerben a kérdést, hogy de mikor hozzátetted, hogy nem túl sokára. Igen, igen, tehát az időnk az nagyon-nagyon véges, és az elmúlt néhány évben nagyon kevés történt ebben a kérdésben, sőt, inkább nagyon sok visszalépés történt, úgyhogy én nagyon remélem, hogy ez meg fog fordulni. Azt gondolom, az embernek el kell dönteni, az emberiségnek, hogy marad-e invazív faj, vagy pedig tényleg egy fenntartható pályára állítja magát. Egy kicsit erről is fog szólni ez a beszélgetés, hogy mennyire tud a technológia, mennyire tud a technológiák transfere hozzájárulni ahhoz, hogy maradjon a fejlődés, maradjon az állandó növekedés, és ez fenntartható legyen, vagy pedig ennek vége kell, hogy legyen egyszer. Hát én erre most nem akarnék itt spoilerezni, hogy mit gondolok erről, majd aki kíváncsi rá, hogy akár a beszélgető társaim, akár jó magam, mit, hogy értékeljük ezt, nagyon szívesen látjuk február 18-án. Pedig egy utolsó kérdést szerettem volna ilyen eldöntendő, gyors kérdésként, gyors választként föltenni, ami pont ez lett volna, kb. Úgy, ahogyan a Bori az előbb kérdés nélkül mondta, hogy én ma már nem vagyok kvótahívó, tehát ha az lett volna a kérdésem, hogy kvótapárti vagy nem, akkor az egy igen-nem válasz. Most ugyanezt szerettem volna megkérdezni, kíváncsi vagyok, hogy ennyit azért válaszolsz-e Péter, tőled is, Bori, tőled is, Péter, hogy létezik jövő növekedés nélkül, vagy ez egy gazdasági axióma, egy kapitalista axióma, vagy megvalósulhat a körkörös gazdaság? Bori, vagy én nekem kell válaszolni egyedül? Akkor kezdem én. Fogalmam nincs. Fogalmam nincs, de a kérdés az, hogy létezik-e jövő folyamatos növekedéssel. Én azt tudom hozzátenni, más szemszögből nézve, ha növekedik az emberiségnek a létszáma, akkor elkerülhetetlen, hogy növekedjünk. Az a kérdés, hogy megfelelő módon tudjuk-e fenntartható növekedést biztosítani. Tehát itt tulajdonképpen itt jön be ez az elosztása a javaknak. Tehát, hogy a javaknak az elosztását egyenlőbben tesszük meg, és nem túlfogyasztjuk, és nem gyakorlatilag a szegénységben egy másik, hogy egy teljesen újra gondolásra kell az egész globális földnek. Tehát, és erre tehát az elosztás igazságosabbá tétele, azt mondott Bori, egy fenntartható növekedésnek lehet záloga a teljes körkörösség helyett. Ugye a körkörös gazdaság az inkább most csak egy teaser kifejezés, hiszen ti sokat tudtok róla, nézőink közül lehet, hogy van, aki kevesebbet, de biztos, hogy sok szó esik majd róla 18-án is, mint alternatíva. Ami egyébként már például kormányprogram Skandináv országban, 20-30-ig. Nagyon-nagyon szépen köszönöm.
Maradjatok velem, hadd köszönjek veletek együtt el. Hálásan köszönöm, hogy itt voltatok ma, hogy újra találkoztunk, hogy nem sokára, vagy virtuálisan, vagy talán személyesen, idén remélem biztosan valamikor találkozunk. Köszönöm, hogy elmondtátok a szervezeteitekről azt, amit tudni kellett, ami eddig történt, ami a legfontosabb az idei évben, és hogy hogyan kapcsolódnak ezek a szervezetek egymáshoz a GIGA programmal, amelyet Timi ugye azt mondta, hogy a jövő héttől kommunikál a Menedzser Szövetség és partnerei. Köszönöm szépen a figyelmet, annyit hadd mondjak el, hogy 26-án, kedden, 5-kor várom önöket újra itt, az évértékelő program sorozattal a B-menü extrában. A három név, ifjabb Csikán Attila, Kapitány István és Sejjei Tamás. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, viszontlátásra, köszönjük a figyelmet. Viszontlátásra. Sziasztok.